10 éve alakult meg Szombathely megyei jogú város értéktárbizottsága. Feladata, hogy összegyűjtse a városban fellelhető vagy itt létrehozott szellemi, anyagi, természeti és közösségi értékeket. Bárki tehet javaslatot, melyről a 10 tagú bizottsághoz döntést. A bizottság a döntéseit azt egyhangú szavazattal hozza meg. Ha van olyan érték, amely kérdéses, akkor az vitatárgyát képezi, és a területnek a szakembere akkor kifejti a saját álláspontját arról, hogy az ő szempontjából az az érték miért lenne érték, és akkor utána újra szavazásra van bocsátva, és akkor így van elfogadva. A Szombathelyi Televíziót az Agora terjesztette fel a szombathelyi értékek közé. Televíziónk 1990. február 5-én sugározta első adását az MMIK épületéből, egy évvel később pedig már olyan jelentős technikai fejlődésen ment keresztül, hogy az ország egyik legmodernebb helyi csatornájává vált. Rendszerbe állítottunk egy közvetítőkocsit, ami úttörőnek számított a helyi televíziózásban. Éveken át futott élő reggeli műsor, ami szintén egyedülálló volt. 1997-ben a Falkó Kupa meccsét élőben sugároztuk Szombathelyről Görögországba, a 2000-es évek elején az UNESCO Maribori jótékonysági gáláját közvetítettük. Évekig élőben jelentkeztünk a Szavária Karneváról, rögzítettük a Vörös Sándor Színház előadásait. Sugározzuk a városi közgyűléseket, palettánkon kulturális, sport és közéleti magazin is szerepel. Szombathelyen és 25 kilométeres körzetében sugározzuk adásunkat, amely 55 ezer háztartásba jut el nap mint nap, emellett jelen vagyunk az online térben és a közösségi oldalakon is. A Szombathelyi Televízió az Agora szervezeti egységeként működik jelenleg, de már a rendszerváltáskor megalapították Szombathelyen, így több mint 30 éves múltra tekint vissza. Azt hiszem, hogy ez a napi szintű folyamatos tájékoztatás, az objektív hírközlés méltóvá teszi arra, hogy szombathelyi értékként számon tartsuk a Szombathelyi Televíziót, másrészt pedig az elmúlt évtizedekben egy akkora mennyiségű archívum áll a televízió rendelkezésére, amikor képekkel, hangokkal archiválva gyakorlatilag a rendszerváltástól tartó időszak Szombathelyen meg van örökítve, dokumentálva van. Ez az archívum is része az értéktári felterjesztésnek. A városi értéktárnak része többek között a víztorony és környezete, az Oladi kilátó, István Lajos professzor munkássága, a tankenyérbolt, a Lord zenekar, a Falkó kosárlabda csapat és a Kámoni arborétum. A lista most a Szombathelyi Televízióval egészült ki.